sokat tehetünk a szúnyognak a távoltartásához. Egyszerűen természetes úton is lehet távoltartani, meg a másik az, hogyha nagyjából rendezett minden. Az éghajlat melegedése, a hamarabb kezdődő tenyészidőszak, a sok eső mind kedvez a szúnyogok szaporodásának. Az ország számos területéhez hasonlóan ezt kanizsán is érezhetjük a saját bőrünkön. A közösségi oldalon napok óta felháborodott posztokban követelik a lakosok a szúnyogírtást. A tervek szerint csütörtök este idén második alkalommal is földi gyérítést végeznek Nagykanizsán. Az ország nagy részén továbbra is földi eljárással csökkentik a szúnyogok számát, légi kezeléseket az országos tisztifőorvos egyedi engedélyével csak a súlyos szúnyogártalommal sújtott térségekben, néhány kelet-magyarországi régióban alkalmaznak. A központi írtáson felül a lakókörnyezetünkben is tehetünk a szúnyog tenyészőhelyek számának csökkentéséért. Az udvaron, kertben meg kell szüntetni a pangó csapadékvizet, hiszen a kerti edényekben, virágcserében, madáritatókban is megjelenhetnek a szúnyoglárvák. Nekünk is van azért egy-két eszköz a kezünkben a szúnyogok ellen. Egyik az, hogy normálisan felöltözünk, tehát amikor kimegyünk a zöld területre, akkor nem egy fürdőnadrágba megyünk ki, és akkor szidjuk a szúnyogokat, hogy miért csípnek bennünket. A másik pedig az, hogy a környezetünket mindenképpen rendezetté kell tenni, például a füvet rendszeresen le kell nyírni, ne lehagyjuk föl, amiben gyönyörűen el vannak a szúnyogok, és még egy olyan fontos dolgot hozzá lehet tenni ehhez, hogy különböző növényeket, hogyha ültetünk a kertbe, ezek a növények leginkább illóolajat tartalmazó növények, mint például a rozmarin, vagy a levendula, vagy a macskagyökér, tehát ezeket a szúnyogok kimondottan nem dicsérik, és nem szeretik, és innen elvonulnak. A már kikelt szúnyogok ellen a hagyományos eszközök, írtó, riasztószerek, illetve a szúnyogháló, na és persze a csapkodás a leghasznosabb.